Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, és ez a felvétel több napra szól, október 27-ére, 28-ára, 29-ére és október 30-ára. Mielőtt kezdeném a horoszkópot elmagyarázni, mutatok egy gyakorlatot. Az ujjaink jógái. Ennek van gyógyító hatása. A mostani gyakorlat segít abban, hogy meglegyen a belső nyugalom, azon kívül van gyógyító hatása például a depresszióknál. Segít abban is, hogy jó, pozitív gondolatok legyenek nálunk. A gyakorlat a következő. A hüvelyk ujjat és a mutató ujjat így összetesszük. A többi három ujj kifele mutat. Amikor belélegezünk, akkor összenyomjuk az ujjainkat, kilélegezésnél pedig kicsit elengedjük. Tehát mutatom a gyakorlatot. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok, ami a szerelmi ügyeket illeti. Mars bolygó az jelenti ugyan az élet erőnket is, de utal a férfiakra. Az indiai számítás szerint Mars bolygó az ikrek jegyében mozog. Itt kell a könnyűség, a mozgás, azon kívül kapcsolatok és beszélgetések. Vénusz bolygó utal a szerelemre és utal ránk hölgyekre. Vénusz bolygó az indiai asztrológiánál a mérleg jegyében van, szintén a levegő elemében. Számunkra fontos a belső egyensúly, a béke, a nyugalom, a szerelem és a könnyűség. Merkur bolygó szintén a mérleg jegyében van, kihat ránk hölgyekre. Itt kapcsolatokról van szó, mozgásról, cselekvésekről és kommunikációról. Mivel Mars bolygó a levegő elemében van, és Vénusz bolygó szintén a levegő elemében van, sőt Merkur bolygó az is a levegő elemében van, itt megvan egy jó, harmonikus kapcsolat, jó beszélgetések. A hold kihat a napjainkra, a hold kihat az érzelmeinkre is. 27-én és 28-án a hold a Szkorpion jegyében van, a víz elemében. Tehát itt érzelmekről van szó. A Szkorpion jegyénél gyakran szexuális témákról is, hiszen a Szkorpion jegye szimbolizálja ezeket a témákat. A hold a Szkorpion jegyéből jól hat ránk ki hölgyekre, ott van a szomszédban, megvan a bizalom, a közelség. Ami a férfiakat illeti, van egy távolság a Mars bolygó és a hold között, ami a férfiaknál bizonytalanságokat vált ki. Tehát olyan gondolatok vannak, hogy tegyem, vagy ne tegyem, hogy viszonyul ez a hölgy hozzám, nem tudom, fogalmam sincs. Ilyen gondolatok és érzelmek lesznek a napokban a férfiaknál. 29-én a hold áttér a nyilas jegyébe, és az pontosan szemben van az ikrek jegyével. Mars bolygó az ikrek jegyében, szemben ezzel a hold a nyilas jegyében, tehát a férfiaknál a hold energiája tükröződik valami. Az lehet egy anyai téma, hiszen a hold szimbolizálja az anyai érzelmeket, vagy az anyukát is, de a hold jelenti az érzelmeket is. A férfiaknál itt tükröződik valami. Lehet, hogy van kapcsolat az anyukájával, vagy vannak gyermekkori emlékek. De ha az érzelmekre hat ki, akkor itt kell az egyensúly. Egyensúly, ne túl sokat, ne túl keveset. Tehát fontos, hogy a férfiak kimutassák az érzelmeiket, de nem szabad ezt eltúlozni, és megvannak az elvárások, hogy mi hölgyek szintén kimutassuk az érzelmeinket. Itt ezen a területen a Szkorpión jegye és a nyilas jegyek között van egy csillagkép, a kígyótartó. A görög mitológiában Asklépiusz az égi orvos. Tehát itt van gyógyító erő is. Ez lehet a hivatás, lehet egy terület, ami érdekel, a gyógyítás, vagy ha valaki beteg, akkor így 29-én, 30-án megvan a csillagkép által a gyógyító hatás. 30-án Mars bolygó megáll egy pillanatra. Az lehet, hogy megállnak az események, és ez a férfi visszahúzódó. Miután megállt, utána visszafele fog mozogni. Az jelentheti azt, hogy ez a férfi most akkor visszahúzódik, vagy azt is jelentheti, hogy valaki visszatér a múltból, egy férfi. Hiszen ez a mozgás jelenti a múltat is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!